Brüsszel tartozik Magyarországnak több mint 3 milliárd euróval. Az nem gyerekség, mert 400-as árfolyamon számolva az azért 1200 milliárd forint ami a magyar gazdaság méretét tekintve egy jelentős summa. Most ők húzzák az időt, tehát most már nem azt mondják, hogy nem adják oda, hanem azt mondják, hogy hát az igazságügyi rendszerünk működéssel föltennének néhány kérdést. Most kaptunk éppen kilenc kérdést. Abba ilyenek voltak, hogy van-e elég irodahelyiség a bíróknak? Külön van-e könyvelve az A-tétel a, a B-tételtől? Tehát lehet ilyen kérdéseket föltenni, most persze azon, hogy semmi közük hozzá, mert az Európai Uniós Alkotmány szerint ezekhez a kérdésekhez nekik semmi közük nincs, de még hogyha ezen a túllépünk és elfogadjuk a kukacoskodásukat, akkor is ezek komolytalan kérdések. Tehát az egész vita az most már abszurd. Tehát mindenki érzi, hogy Magyarország minden vállalást teljesített, Brüsszel meg nem akarja ideadni a pénzt, és kínban fogant időnyerési célból föltett kifogásokkal él.